Üdvözlök mindenkit, Katamuri vagyok, ez pedig itt nem más, mint a Sims 2. A pilot videók pozitív fogadtatása után úgy gondoltam, hogy folytatom a videókat, így hát akkor bele is kezdünk Steve első napjába. Előtte azért még megjegyezném, hogy ugye a tab billentyű nyomásával a játékban szabadon kamerával körbe lehet nézni a terepen, és hát ebből kitűnik, hogy azért ez a plac eléggé olyan, mintha semmi közepén lenne egy autópálya mentén. Tehát egy ilyen nagyon apró kis közösség az egész, nemhogy ezt egy településnek sem lehet nevezni, mert van itt kettő közösségi telek, meg családból van összesen egy, kettő, három, egy, öt. Abból is itt azért van egy pár igencsak elhagyatott család, mint például ők. Na de mindegy, minket most Steve érdekel. Előző epizódban ugye az éjszakával fejeztem be, tehát gyakorlatilag most lehetőségem lesz arra, hogy videók keretein belül végigjátszam az első napot, vagy akár az első pár napot is. Próbálom azért valami érdekesen csinálni, meg Steve minden napjét tartalmasan eltölteni, nem úgy, ahogyan eddig tettem a szimjeimmel. Na. Igazából most nincs mit tenni, igazából várni kell, amíg nappal nem lesz. Reggeli műszakkal el is megy dolgozni. Addig azt említeném még meg, hogy nekem a... Mielőtt meg kérdezitek, hogy nekem a Sims 2 eredetiben van meg. Tehát én rendesen megvásároltam, pénzt fizettem érte, stb. Oka annyi volt, hogy a tört kiegészítők nem mentek a tört játékkal. Elég furcsa eredeti játék tört kiegészítővel megy, de mindegy. Végül is a problémáimat orvosolta, úgyhogy nem igazán zavartattam magam rajta. Megvettem, végül is nem volt olyan drága, 3000 forint volt karácsony, és még egy ilyen télapos cuccok kiegészítőt meg is kaptam hozzá mondjuk. Igazán nincs rá szükségem, meg különleg letörölni sem tudtam, tehát most nem raktam fel. Láthatjuk-e, hogyan így hajnalban karakterünk elkészíti magának a igen egyszerű reggelit, a gabonapelyhet. És ezért kapott is egy kis életcélpontot, mivel itt volt a vágyai között, ugye. Na. Hát eléggé ordinári módon eszik, pedig látom a személyiségében nem tűnik olyan Montrehánynak. Na mindegy, szerencsé, hogy az asztalt nem tudja összekoszolni. Érdemes egyébként a szimelkőnek azt a főzési áltasságát felvinni egy olyan... Hát mindegy, lényeg az, hogy érdemes felvinni, azt hiszem itt is van a vágyai között. Hát az pont nincsen, na mindegy. Igen, egy órán belül jön is a... Mi az a kocsi, aki elviszi, ami elviszi munkába a Steve-et. Addig pedig szóval azt akartam mondani, hogy mindenképpen érdemes a főzés hátasságot megemelni, mert jobb kaják készítésével több, tehát az éjség szükségletből többet vissza tudtok tölteni. Ez a gabonapely nem volt sok például, de hogyha palacsitát készítesz, akkor az akár a felét is képes visszatölteni. Most még elküldöm WC-re, aztán meg is jön a kocsi. Addig teszek egy kis rendet, tehát megágyazom, kitisztítom a szükséges helyeket. Többek közt a WC-t. Legalább a takarítás általság is nő, ami egyébként is szükséges lesz majd a munka szempontjából. Illetve majd a barátok szerzése is. Sok embert most nem ismer, szóval... Jó, most már ne takaríts el, most már... Most már csak várni kell egy kicsit. Itt is van mentőkocsi. Steve fel is veszi gyorsan ezt a munkaruhát. Nem minden munkahely egyébként munkaruha, de ez többek közt jár. Na, és akkor a mentőkocsiba egyébként. Lehet, hogy hülye vagyok, de emlékeztek kicsit a GTA San Andreasból a mentőkocsira ez a... Hát, de mindegy igazából. Na hát akkor most karakterünk elment munkába, most elmentem gyorsan.
Érdemes egyébként a játékot gyakran elmenteni, mert olyan hülye módon megcsinálva, hogy magától nem menti el soha, nincs autómentés. És akkor hátradőlünk és várunk. Hát ha kap egy ilyen szerencsekártyát majd Steve, mondjuk baromi jól járnék, hogyha azt már most be tudnám mutatni. Addig igazából nem tudok mást csinálni, csak itt nézni és mesélni. Pár dologról még. Hát igen, többek között gondolkodtam, és lehetséges, hogy a Sims 3 valamilyen szinte jobban megéri, mint a Sims 2. Meghozták a számlát. De valahogy én nem vagyok elégedve vele. Megelégedve vele. Ebben most nem menné bele igazán, mert nem itt van a helye. Röviden annyi a problémám, hogy az emberek kinézete nem tetszett. De ugyanakkor meg a Sims 2 játékmenetbeli aggályokat is felvet egyes pontokon. Főleg, hogyha összehasonlítjuk a Hát összehasonlítjuk a... Mi a nevével a... Tehát a két játékot összehasonlítjuk. A telefon megcsörög. Most észrevettem, nem úgy, mint tegnap. Na mindegy. Szóval nekem most a Sims 2-hoz van lehetőségem, a 3 sajnos nincsen meg. Akkor meg is érkeztünk a munkával. Lazán kiáll. Újra pörögnek ilyenkor is egyébként a vágyak, a félelmek. A félelmek nem, mert ezek főleg ilyen nagyon hosszú távú félelmek. Hoppá. Bulit rendezni az egy félelem. Az ismerkedés nehezen fog összejönni, mondjuk. Kettes zárkózottsággal nem is tudom, mire számítottam. Jaj. Nem fér oda a ládához a kocsitól. Hát, azt meg kell jegyezni egyébként, hogy az útkeresési algoritmussal azért enyhén vannak problémák a játékban. És akkor ki is vizetem a számlákat gyorsan. Hogyha egy időn keresztül a számlákat nem fizeted ki... Szia! Hogyha a számlákat egy időn keresztül nem fizeted ki, akkor jönnek a behajtók és elvisznek pár holmit tőled. Na. Jó, akkor neki sem köszönünk. Addig pedig valamit csinálnom kéne még. Szereznem kéne valamilyen plusz cuccot még. Csak nem tudom. Én kávézó asztal nem ártana, vagy valami ilyen kis asztal, hogy arra tegye le a széket. És nem a széket, hanem a számlát, meg az újságot majd. Igazából a célra bármilyen asztal megfelel, de úgy tapasztaltam, hogy az ilyen tárgyakat gyakran az ilyen asztalokra szokták letenni. Így mondjuk. Meg hát... Ja, ez nem kávézó asztal, hanem ilyen szekrény, bocsánat. De erre is hajlamos azt szoktak letenni. A tévé elé jó ötlet lenne még letenni valamilyen fotelt. Hát igen, ezt elrontottam, hogy nem tettem oda. Így mondjuk jó lesz. Mi kéne még? Mi kéne még? Hát egy jobb ágy mondjuk. Annyira azért nem vagyunk már csórók. 2000 színvonalban már lehet normális ágyat venni, ha jól emlékszem. Igen. Ez ilyen, nem ilyen gyerekágy? Hogy... Nem. Akkor nem. Nem, de azért veszek egy ilyet mondjuk. Azért stílusos meg minden, tehát... Nagyon zsömle. Na. Akkor a igényeket megpróbálom kielégíteni, és... valami érdekeset csinálok, mondjuk keresztrejfény fejtése. Logikai jártasságon azért változtat valamennyit. A vágyak most annyira nem fontos... Jaj, telefon. Lehet, hogy lemaradtam róla. Na mindegy. Közösségi telekről lehet, hogy kéne mennem, de nem akarom annyira lekapkodni a dolgokat. Na látjátok, erről beszélek például most. Normál esetben vagy ide vitte volna, vagy letette volna ide a francba azt a rajtújságot, de most innen kényelmesen el tudom élni. Lehet repülőt is hajtani a újságból, aztán azzal szórakoztatni magunkat, de azt inkább most hanyagolom. Inkább elküldöm aludni, mert energia szükséget kezd kicsit alacsony lenni. Majd kéne menni egy öltöző szekrényt is, most jut eszembe. Akkor a képernyőn viszont változtatni kell a... Valami... Nem, dehogy kell, hát... Na most azt a baj, hogyha ide rakom le az öltöző szekrényt, akkor eltakarja a pultot. Ide akkor a hűtőt. Itt meg nem fél el a képtől. Kész, akkor átmozgatom a... Mi a nevét? Az ablakot. Igen.
ablakot rakom ide, a festményt ide. Bárcsak a Minecraftban is ilyen könnyű lenne a dolog áthelyezése. De sajnos nem az. Jó, egyébként aki esetleg még kezdő játékban, annak tényleg ajánlom figyelmébe, hogy a bulikkerékeket és a gyerekholmikat az egyéb cuccoknál találhatja meg. Hogyha esetleg... Hú, ez így nem jó. Oké, a festményt rakom ide. Úgyis három kockát foglal el. Ide pedig a szekrény. Ilyen, akkor viszont megint át kell rendeznem, mert a... Wow. A rohadt életbe, hát nem igaz. Nem tudok egy öltöző szekrényt letenni, hát nem hiszem el. Na, akkor ide megy a virág valahová. Aj, az Isten megálljon már tényleg. Ide. Szóval a hálóban nem férne el. Tükör a fürdőszobába kell. Aj. És az a baj, hogy itt nincs elég hely. Hát ha itt tenném le, akkor dupla egyes után nem biztos, hogy odaférne majd a párja. És nincs egy részes szekrény. Akkor leteszek ide egyet, felsőn meg eladom a picsába. Kész. Veszek egy kisebb festményt, megteszi az is. Egy ilyen tárgy mondjuk. Nem tudom mi, ez nem tudom mi a rágott faszú trollhere akar lenni. Valami ilyen relikvia lehet, vagy nem tudom. Hangszer, de ezt is csak nézegeti, úgyhogy igazából baromi mindegy. Láttuk, hogy Steve hogyan reagál a művészetre. És azt is láttuk, hogy most megint egy nappal idősebb lett, úgyhogy lassan emberek közé kéne küldeni. Öltöző szekrény egyébként nem fontos, de a stílus miatt szerintem mindenképpen érdemes használni. Na. Bulit azt nem akarok rendezni az emberekkel kapcsolatban, de elmegy simán egy közösségi telekre, az is megteszi majd a funkcióját. Nem tudom miért, igazából mindig úgy, hogy miért, de szeretem, mikor megnéznek valamilyen tájat és reagálnak rá. De legalább nem fújolja. Lehet ott is, hogy hang kísérletében lefújolják a különböző tárgyakat. Ő csak nevet rajta. Hát még egyszer, ezt meg kell állítanom, ezt olyan állóképet lehet csinálni, hogy beszartok. Jaj, mindegy, az ilyen se rossz. Kamerával lenavigálunk. Azért eléggé bárgyú kép, mit nem mondjak. Ja. Egyébként egy nagyon hatalmas bug a Sims 2-ben. Azt hiszem a legutolsó kiegészítővel jöjtöttál csak ki, hogy a plafon sehol nem látszódik. Nincs plafon a szobákban egyszerűen, és ez szerintem baromi... Fú. Rühellem. Őszintén meg kell mondjam, nagyon rühellem ezt a dolgot a játékban. Ágyazás, átöltözés hétköznapi ruhába, aztán hívok fuvart, hogy közösségi telekre elnézek így éjszaka.